Sziasztok, én Bedegi Roland vagyok, a producer tanfolyam tanára, és ez egy hosszabb videó lesz. Igazából arra gondoltam, hogy egy vágatlan videót töltenék fel, amikor elkezdek egy új dalt. Így láthatjátok a bénázást is, és azt szerintem nagyon hasznos tud lenni, illetve lehet, hogy láttok olyan munkafolyamatokat, olyan megoldásokat, amit általában nem biztos, hogy láttok, mert ezeket kiszoktuk vágni. Most van egy szabad fél órám, úgyhogy kb. Fél órás lesz a videó. Úgyhogy vágjunk is bele. Alapvetően nincsen ötletem, úgyhogy akkordkörrel fogunk kezdeni. Én ezt általában nagyon... Általában akkordkörrel szoktam kezdeni, hogyha nincsen ötletem, mert akkor a hangulat tovább tudja vinni a zenét, és akkor általában egy zongorával szoktam kezdeni, ezt a Play Series-t fogom használni, mert ezt jól ismerem, és szeretem a hangját. Ebben jól meg szoktam találni a hangulatom, és akkor utána ezt már át is tudom ültetni akár bármi másik szintére. Szerintem úgy fogom csinálni, hogy először csak az alaphangokat teszem el, és akkor utána megnézem, hogy ez hogyan tetszik. Nem túl vidám, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként rossz kedvem lenne, de az ilyen melankolikusabb hangulatokkal egyébként jól tudok azonosulni, és akkor megnézzük, hogy erre milyen akkordok fognak passzolni. Jó, fordítsunk akkordokat. És olyan nagy, mert ezt megfordítjuk. Nem. Mindig nem, az igazi. Jó lesz ez. Oké. Akkor ezt eltarthatjuk egy szintinek. Alapvetően a preseteket fogok szerintem elsősorban használni. Vannak megszokott presetjeim, amiket vagy én is kitekertem régen, vagy valamelyiket átalakítottam, és akkor ezt fogjuk megnézni, hogy melyik az, ami szimpatikus. Kopizzuk és átmásoljuk neki.
Nem is ez lesz a hangunk, hanem keresünk valami kis. Valami olyan hangot, ami mihez szimpi. Aha, sejtem, hogy melyik, milyen hangszín illik ide. Jó, ez inkább egy ilyen house-os téma szerintem, úgyhogy hozok ehhez hasonló vagy illő ütőshangszereket, így elsősorban. Nem szoktam sok időt tölteni a hangszíneknek a keresésével, mert nagyon sok időt el lehet vele tolni. Inkább azt szoktam csinálni, hogy keresek olyanokat, amik szerintem hasonlíthatnak, és akkor utána ezt majd kicserélem, hogyha nagyon szükséges. Nem akarok loopokat használni. Igen. Jó, és akkor ezt megerősíthetjük. És mivel akkor, hogyha ezt mondjuk felcsoppaljuk, és egy kicsit felpörgetjük ezt a hangulatot. Tudom, hogy most halkak még ezek a hangok, de ezzel most azért nem foglalkozunk, mert ők majd az alapját fogja adni a zenének, és erre majd jön egy dallam. Sőt, lehet, hogy hozok egy flexet, és van ott egy egészen
jó hangszín, ami lehet, hogy illik is ide. Én nem is annyira szomorú, mint az elén gondoltam volna. Jó, és akkor még egy ilyen szuposabb basszust azért ide bebigyeztünk. Nyomok egy Ctrl-L-t. Teszünk rá egy szelcsént. Sőt, most lusta leszek. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy beteszem az összeset ide a mixerbe, és csinálok most csak egy FX boost. Nem így szoktam csinálni, de most lusta vagyok, ezért így csinálom. Aztán majd kicseréljük. Igazából csak azt szeretném hallani, hogy ez hogyan működik a valóságban, és akkor erre teszek egy kickstartot. És szimplán csak egy ilyen nagyon buta dűktetést adok a dalnak. Oké. Akkor... kerüljön. Azért halkítunk ezen, mert pirosba vagyunk. Sőt, azt csinálom, hogy fogok itt mindent, és mínusz 6 decibel, már most behúzok mindent. És akkor itt bekerülhetnek az ütős hangszerek is. Nem szoktam nagyon beállítani a hangerőarányokat, csak hogy azért meglegyen az egység. Adok egy kicsit hangerőt a cuccnak, hogy halljak. És akkor... Valami ilyen stackeltó jellegű hangot el tudnék benne képzelni. Szerintem a flexbe megtaláljuk, ami kell. Nem kell. Nem a feltétlenül a legszebb ennek a hangja. De nem is feltétlen kell, hogy
hogy ez annyira jól működjön, úgyis a háttérbe fog menni, és akkor annyit fogok csinálni, hogy... Ritkán írok ilyen zenét egyébként, ez most pont így sikerült, de azért írjátok meg a kommentbe, hogy egyébként eddig hogy tetszik, vagy hogy milyen az irány. Elég sokféle stílusban szoktam zenélni, úgyhogy nagyon változó, hogy mi lesz a végeredmény. Jó, hát nagyon sok minden már nem is kell szerintem itt a refrénhez. Valami pici kontradallamat azért belecsempészhetnénk. Azt még nem tudom, hogy vagy milyen hangszínnel. Úgyhogy ilyenkor ilyen random hangot belekeresek, és akkor megnézzük, hogy mi az, ami élhet bele. Lehet, hogy most maradok a flexnél. Ez egyébként nem rossz. Meg ezt jól le is halkítom, ugyanúgy mehet rá most erre. Mert ebből sokat nem hallok, meg majd levesszük a reverb-t, mert most így nagyon-nagyon sok. Meg hasonló hangszín, azt is majd le kell cserélni. És most már így nagyjából sejtem, hogy mit akarok oda hallani. És megnézzük, hogy ez mennyire fog működni. Egy kicsit én plákosabb hangszert képzelnék oda. Tehát ilyenkor inkább kísérletezek is akkor. Tehát nem ragadok le, hanem megyek tovább. Kikötjük a sidechainből, mert lehet, szerintem azért nem halljuk. Inkább elvette a leütését a kickstart, és így meg már ugye hangosak is lettünk, hogyha visszahalkítom, és egy oktával visszavesszük. Teszünk rá egy reverb-et. Ez a dallam még nem annyira tetszik itt a végén. Hát, hogy maradunk ennél a... Thank you.
Jó. Ezt leklónozzuk, és szóval csak egy picit lierezni szeretném valami hasonló jellegű leaddel. Eszembe jut, hogy miket szoktam ilyenkor használni. Szerintem elsősorban jó lesz. Na, és akkor ez is meg is van. Jó, és akkor egy kicsit játszunk meg az ütős hangszerekkel. Megcsináljuk egy kicsit jobban a csúcspontját. Jó, és akkor ezt leklónozzuk. És. Azt fogom csinálni, hogy... Szállítok mindent. Teszünk bele valami kis kleppet. Reverb. Sok a reverb, ez ennyire nem kell túlzásba vinni. Jó, azért szerintem még egy jó ride-ot meg shaker tehetnénk rá. Ezt a kontaktot nem használjuk, kicseréljük. Nem így, hanem mondjuk így. Kezdésnek ez jó lesz. Igen, és akkor pattern 3-ba még megcsinálhatjuk azt. Az idő még van egy kicsi, úgyhogy ezzel tudunk foglalkozni. Szóval igen, a basszusra akartam játszani. Ezt most elnyomtam. Jó, ha ez megvan, akkor ezután
tegyük fel, hogy ez kész van, ez a részleg, és akkor kezdjük el felépíteni. Ugye az akkordkört ezt szuperül kitöröltem, és nem kellett volna kitörölni ezt a zongorát, mert az meg tök jó lett volna. De hát ebből tanulunk. És akkor annyit csinálok, hogy kitörlök mindent, ami nem kell. És Ctrl-L. Rá tudjuk kezdeni megírni a nem is, hozok egy új szérumot, nem zongorázom, közben rájöttem, hogy ez most nem annyira érdek ide, hanem merre gondolok. Ezt ide betesszük, illetve egy kicsit lefilterezzük majd, és akkor ezt megautomatizálok. Oké, és akkor ide már, most hozunk valami kis egyszerűtős hangszerelést. Ezt majd lecseréljük, mert nem tetszenek ezek a... Itt nem működik jól. Nézzük meg a dallamunk. Unique. Énkor azt szoktam csinálni egyébként, tehát ilyenkor azért csinálom ezt, hogy legyen egy váza a dalnak, és akkor megnézzük, hogy jön tudjuk kiszínesíteni. Tehát ezt nem feltétlen az apróságokkal kezdem, hanem elkezdem felépíteni, megnézem, hogy hogyan működik, és akkor utána kiszínesítem. Most ugye visszaalak, hogy szűkös is az idő, így egyszerű megoldásokat is használok, de nagyon sokszor csinálom így, hogy ez egy jól működő dolog szokott lenni, attól függ, hogy mi a cél természetesen. Ez azért, hogy legyen egy kis mély a dalnak. Ugye ide majd jöhet a sidechain. Úgyhogy a lusta megoldást használjuk. Itt majd ki kell kapcsolni, ezt megautomatizáljuk.
van kb. Még 2 percem. Igen, effektet akartam, hogy egy kicsit szebbé tegyük ezeket a lehetmeneteket. Nefix, hol vagy? Ezeket jól lehalkítjuk. Jó, nem is folytatom. Kb. Fél óra alatt ideig jutottunk. Itt azért még lehet, hogy majd folytatom ezt a dalt, ezt majd meglátom, elmennem. És akkor, ha szeretnétek, akkor írjátok meg, hogy mindenképp, hogy folytassam el. Összecsúsztak. Jó, szóval írjátok meg, hogyha folytassam ezt a dalt, hogy akár vigyem végig, az is lehet, hogy azt mondjátok, hogy kicsit céltudatosabban kezdjek el egy dalt egy stílusra. Gondoltam, hogy ez így egy kicsit spontán izgalmasabb, meg akkor én is hibázok, meg csinálok hülyeségeket, meg nem mindig tudom, hogy mihez nyúljak, és akkor látjátok, hogy milyen munkamódszereket alkalmazok. Ugye ez mindenki fontos, hogy nem agyalom túl, tehát hogyha valami nem működik, egyből kicserélem, nem mindig azt a hangszint használom elsőre, amire úgy gondolom, hogy ez tökéletes, hanem először megnézem, hogy jó az ötlet, és hogyha jó az ötlet, akkor megyek tovább, vagy cserélem ki arra, amire kellene. És akkor azért hallgassunk bele, hogy is működik ez az egész. Minden előtt, hogyha esetleg érdekel a zeneszerzés, vagy segítségre van szükséged, úgy érzed, hogy együttműködnél velem, akkor erre van lehetőség. Ha ellátogatsz a producertanfolyam.hu oldalára, akkor ki tudod tölteni a konzultációs kérdőívet, és egy ingyenes beszélgetés során meg tudjuk beszélni, hogy mik a céljaid, mik a nehézségeid, és hogy hogyan tudunk együttműködni, és akkor meg tudjuk beszélni azt, hogy hogyan tudok neked segíteni abban, hogy elérd a zenei célodat, illetve a mixing online kurzus most már elérhető az oldalamon, hogy esetleg a mixing témákban szeretnél fejlődni, akkor ott van egy nagyon jó, szuper online kurzus, abban is részt tudsz venni. Úgyhogy írjátok meg, hogy olyan tetszett ez a videó, ha van bármi kérdés, az nyugodtan tegyétek föl, illetve jöhetnek azok a megjegyzések is, amik a videóhoz kapcsolódó, illetve azt is megírhatjátok, hogy mit csináljak legközelebb. Ha van jó ötlet, akkor azt szívesen fogadom, és akkor hallgassuk meg, hogy ez hogyan is szól. De kell majd valami váltás.